Kobarczi német nemzetiségi tánccsoport vonult fel a színpadra a baranyai településen. Jubileumát ünnepli az együttes, hiszen már 1981 óta működik a faluban. Jelenleg 4 korcsoport tevékenykedik a csoportban, kezdő, gyermek, ifjúsági és felnőtt. Utóbbi aranyfokozatú országos minősítést is kapott már. Ők léptek most színpadra és mutatták be koreográfiájukat. Vezetőjük Trejcné Becker Éva mesélt a csoportról. A kezdetek úgy indultak, hogy úttörőzenészként, én is úttörőzenészként, trombitásként kezdtem, tartoztam egy közösséghez. Sajnos ezt a közösségi munkát 16 éves korunkban abba kellett, hogy hagyjuk, és így Vencül József, aki sok zenei anyagot gyűjtött már itt Babarcon, az azt mondta, hogy ha itt egy ilyen szuper zenekar van és ilyen jó zenészek, nem igaz, hogy nem lehet egy tánccsoportot is alakítani. Tehát tulajdonképpen az ő biztatására, segítségével is sikerült megalapítanunk akkor ezt a tánccsoportot zenészekből, akik onnan kinőttek, és így kezdtük a kezdetek kezdetén. Koronavírus járvány idején töltötte be a 40 éves jubileumot a csoport, ám a korlátozások miatt akkor nem tudták méltóképp megünnepelni az évfordulót. Így most 40+1 évvel alakulások után egy nagyszabású műsorral készültek a táncosok. Bár kezdetben még jóval kevesebb fellépésük volt. Először csak az első években a helyi falvakban, környékbeli falvakban táncoltunk, svábbányitókon, más nemzetiségi délutánokon, öregek napján, amit természetesen nagyon szívesen tettünk, mert ugye a régi őseinknek a kultúráját őriztük, akiknek óriási örömet szereztünk. Kezdtük ezt belföldön, utána ezt a kultúrát elvihettük Németországba, Ausztráliába 2000-ben, 2008-ban pedig Amerikába, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és ott éreztük igazán, hogy a kitelepítettek és kivándoroltak, mennyire megőrizték ezt a kultúrát, hogy bemettük egy klubba, a Dunamenti svábok klubjába, és ugyanazokat a süteményeket, ugyanazokat a szokásokat, ugyanazokat az élményeket hallottuk, mint amit itt megéltünk mi itthon maradottak. Mindezek mellett számos más területen is bizonyított az együttes. Nagyon sok minősítésen vettünk részt ezen kívül. Helyi rendezvényeket, saját rendezvényeinket tartottuk. Mondhatom azt, hogy a világ a vendégünk volt már. Van egy saját házunk, amit önerőből teljesen külföldi segítséggel sikerült megvásárolnunk, és azóta nagyon sok társadalmi munkát fektetünk bele mindannyian, tehát az egész tánccsoport is összefogással. Úgyhogy próbáljuk ezt a kultúrát ápolni. Aki megvette ezt a házat, a Simon Schwarz volt, a Dunamenti Svábok Egyesületének az elnöke, aki úgy gondolta, hogy nekünk kell egy épület, hogy ezt a kultúrát sokáig őrizzük. Úgy gondolom, igaza volt. Tehát így sikerült, hogy van egy saját házunk, van egy saját környezetünk, van egy saját baráti nagy családunk, és így ezt a kultúrát még továbbra is ápolhatjuk. Számos falu és környékbeli barát, családtag, ismerős vett részt az eseményen, és mondtak köszönetet a tánccsoport 4 évtizedes munkájáért. De természetesen a hangsúly a szórakozáson volt.